Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 5-én 17 óra 20 perckor kedden. A hosszúra nyúlt kényszerszünet után megkezdődik a színházi évad. Régi és új darabok, kivételes pillanatok várnak a színházbarát közönségre. Mai adásunkban egy beszélgetést láthatnak Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával az új évadról, illetve mindarról, ami érdekes lehet számunkra. Előzetesen annyit azért elmondanék, hogy kivételes év lehet az idei. Nagy tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Az elmúlt héten megvolt az évadnyitó, a Pelikán fészekben rendhagyó módon megbeszéltük, hogy mi minden történt a koronavírus járvány alatt. Most viszont megkezdődik immáron a színházi évad, és azt gondolom, hogy ezt már nagyon várták a székesfehérvári színházbarátok. Kezdjük azzal, hiszen már megvolt a, nagyon vártuk a film musical bemutatóját, és a visszajelzések szerint ez egy teli találat. Szerintem is az. A gyerekeknek azt mondtam a premier után, hogy ha majd egyszer föltalálnak a napelemhez hasonlóan egy olyan különleges szerkezetet, ami nem a nap energiáját, hanem az emberből áradó energiát átalakítja elektromos árammá, akkor egy ilyen készüléket rákapcsolnék erre az előadásra, hát egy közepes magyar város áramellátását biztosítaná, azt tuti. Mert olyan fantasztikus az az energiamennyiség, amit kitolnak magukból ezek a fiatalok, ez egészen döbbenetes. Ez a fiatalság ereje, ez a jövő ereje. Tehát minden tekintetben visszaigazolta a várakozásainkat. Részben ez az előadás, részben az előadáshoz kapcsolt casting mozgalom, hiszen említjük meg azt, hogy ugye néhány hónappal ezelőtt nagyon sok fiatalembert megszólítottunk Székesfehérváron, sőt az országban, hogy jöjjenek el Fehérvárra, méressék meg magukat annak érdekében, hogy bekerüljenek ebbe az előadásba. Rengetegen jelentkeztek, minket is megdöbbentett. De ennek a nagy létszámnak köszönhetően volt idő alapos szűrésre, és mindazok, akik ennek a szűrőnek a hálóján fönnakadtak, azok fantasztikus teljesítményt nyújtottak ezen a színpadon. Fiatalok, gyönyörűek, energikusak, őszintén szólva csak irigykedni tudok, hogy de jó fiatalnak. Tehát ez a jövő mindenképpen, viszont a jövő az ember tragédiája kettő is mindenképpen, hiszen az ember tragédiája után, ez az ember tragédiája 2.0 négy kiváló magyar szerzővel és a bemutatóval azt hiszem, hogy megérdemli, hogy ismét műsorra tűzze a Vörösmarty Színház, hiszen egy olyan víziót, egy olyan jövőképet vázol fel, ami nagyon fontos számunkra. Most különösen, hiszen a mi bemutatónkat a járvány részben eltiporta, részben fölértékelte. Eltiporta, hiszen a főpróba napján derült ki, hogy én magam is covidos lettem, meg többen a társulatból. Így a bemutatót már nem tarthattuk meg. Rengeteg munka volt benne. Nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy évek munkája van ebben, részben az írók részéről, részben a mi előkészítő munkánk, és bizonyos szempontból ezt egy összegzésnek is tekintettük. Ennek az alkotói csoportnak, ennek a színházi konstellációnak, akik ma a Vörösmarty Színházat jelentik, művészi értelemben ez az előadás az összegzése arról, amit most a világról gondolunk, amit a jövőnkről elképzelünk, és amit meg tudunk mutatni az embereknek. A Covid ezt a lehetőséget megfosztotta tőlünk, de ugyanakkor a Covid helyzet mérséklődött, bízunk benne, hogy meg fog történni néhány nap múlva a bemutató, és háborítás nélkül tudjuk majd játszani. És akkor tapasztaljuk azt, hogy ugyanakkor a Covid föl is értékelte ezt a produkciót. Fölértékelte, mert az emberek ezután a járvány után nagyon sok mindent átértékelnek a világban, önmagukban, a sorsukban, és azt kell, hogy mondjam, hogy igenis sorskérdések, a jövőt érintő kérdések felértékelődtek. Az emberek elkezdtek foglalkozni komolyan a jövővel, a sorsszerű jövővel,
És ilyen értelemben a Tragédia 2 azt hiszem, hogy tárt ajtókra talál az emberek szívében, és nagyon bízom abban, hogy tudunk ebben a tekintetben mondani és nyújtani valami olyasmit a közönségnek, a fehérvári közönségnek, amelyre biztosan régóta várnak. Bizonyos vagyok benne, ugyanakkor beszéljünk Csukás Istvánról, aki a Vörösmarty Színháznak írta a Diótörőcskét, és Kerkai Rita rendezésében láthatjuk, most már láthatják a nézők is, és azt gondolom, hogy sajnos ő már nem lehet velünk, de bizonyosan itt fentről szemléli azt a fajta remek játékot, amit létrehoztak. Ez olyan érdekes, mert hogy említed a fölvezetődben a Csukás István, és abban a pillanatban, hogy kimondtad a nevét önként, is elmosolyodtam, mert egyszerűen, egy reflexzerűen, ha a nevét meghallom, elmosolyodok, aminek az az oka, hogy nekem abban a pillanatban megjelenik az arca, és én ezt az arcot csak mosollyal láttam. Derű áradt ebből az emberből a hétköznapjaiban is, mint ahogy derű és emberszeretet árad a meséiben is. És ez a derű árad ebből a fantasztikus kis műből, szomorúan mondom, hogy az utolsó színpadi műből, és büszkén mondom, hogy abból az utolsó színpadi műből, amit a Székesfehérvári Vörösmarty Színháznak írt. Nagy kívás mindenképpen, mint ahogy nagy kívás Don Quixote-vel, a búsképű lovaggal is foglalkozni, és azt hiszük, hogy a Cervantes örökbecsű műve az itt van előttünk, nekünk. Ugyanakkor most Bagó Berton rendezésében és Andrássy Máté, mintha rászapták volna egyébként ezt a szerepet, színre kerül ráadásul nagy színházi produkció. Igen, és az az érdekes, hogyha Don Quixote-ról beszélünk, azért ne hallgassunk el megint egy nevet, és ez Gyurkó László neve. A magyar irodalom egyik, a kortársnak már nem nevezem, de azért mégis a 20. század második felének egy jelentős magyar drámai írójáról és írójáról, sőt közéleti személyiségéről van szó, akit elfelejtettünk, ezt mondjuk ki őszintén, elfelejtettük Gyurkó Lászlót, tisztelet a keveseknek, akik emlékezetében még él az ő munkássága, és így elfelejtődött ez a nagyszerű, remek mű, a Don Quixote de la Mancha, a búsképű lovak szomorú kalandjai, amelyet a 25. színház számára írt sok évvel ezelőtt. Abban a szerencsében volt részem, hogy én fiatal főiskolásként még láttam ezt az előadást több nagyszerű színésszel, és ezért örültem meg annak, amikor Kozári Feri egy ilyen beszélgetésben, amikor arról beszélgettünk, hogy mit kéne jövőre bemutatni, úgy bedobta azt, hogy miért nem veszitek elő a Don Quixote-t. És akkor hirtelen a fejemhez kaptam, hát tényleg, a Don Quixote, hát én azt láttam a 25-ben, az milyen nagyszerű volt, és ez évek, évtizedek óta nincs a magyar színpadon. Elővettük, leporoltuk, hát először is ma is nagyszerűek és pergők a párbeszédei, a történetszövése, és még egy nagyon fontos, ne hagyjuk említés nélkül Sebők Ferenc nagyszerű zenéjét. Fontos, hogy Zsótér Sándor is visszatér, hiszen megszoktuk, hogy a színház művészeti vezetése rendez általában, de azért felfeltűnnek neves rendezők. Most ő hozza nekünk a Pisztácia és Magyarót, egy kicsi játékos darab. Igen, valóban. Schwabe, ez a különös groteszk szerző, egy rendkívül különös groteszk humorú, hagyd tegyem hozzá, fekete humorú színdarabot írt, az osztrák nyáspolgárok és kispolgárok életét kifigurázandó parabólát. A Zsót és Sanyit régóta kerülgetjük, szerettük volna, hogyha dolgoználunk. Ő hozta ezt a színdarabot, és ha hozzáteszem a Pisztácia és Mogyoróhoz az író által adott alcímet, amely így hangzik, avagy nem funkcionál a májam, akkor azért úgy lehet sejteni, hogy itt a groteszk humornak egy különös fajtájáról van szó. Viszont fontos számunkra, hogy végre megjelenik, végre mondom én, Agatha Christie, hiszen Agatha Christie krimieit színpadra alkalmazni egy nagy kihívás mindenképpen. Az Egérfogó pedig egy örökbecsű mű, tehát én azt gondolom, hogy Horváth Csaba rendezésében Krisztik Csabával, tehát a két Csaba összefogásából valami nagyszerű születik.
Igen, meg is kérdeztem Várkonyi Évát, aki sokkal régebb óta van itt a színházban. Azt hiszem, hogy kívülről belülre ismeri a fehérvári színházban járók szokásait, hogy a Éva és Krimi az mikor ment utoljára Fehérváron? És hát hosszú hallgatás volt, mert nem nagyon emlékezett rá, hogy mikor ment utoljára krimi. Érdekes módon az a krimi, ami napjaink legnépszerűbb műfaja, hiszen ha benyomjuk a televíziót, 10-ből 7 biztos, hogy krimi, vagy valamilyen krimi alapú adaptáció. És a színházban valahogy ez mintha nem volna divatos, de őszintén szóval nem is tudom, hogy miért. Hiszen van benne izgalom, van benne humor, van benne emberség. Tehát csupa olyan jegyeket sorolok most föl, amelyek Agatha Christie-re 100%-osan jellemzők. És még az is, hogy bárhol Agatha Christie-t játszották, ott azt mindig nagyon sokáig játszották. Egyetértek velük. Mielőtt a tavaszról beszélnénk, essék szó azokról a darabokról, amelyeket már láthatott a közönség, de most ismét színpadra kerülnek, mert fontosak számunkra. A Játék a kastélyban például nagy siker volt, az egyértelmű. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy példa volt arra, hogy hogyan lehet játékosan megfogni nagyon komoly dolgokat. Én nagyon szeretem ezt az előadást, és elárulhatom a nézőknek, hogy ez most ez az előadásnak van egy különleges sorsa, hiszen nagy sikerrel szerepeltünk a Nyíregyházi Videófesztiválon, és néhány nap múlva pedig sor kerül Szemtesen egy vendégjátékra. Ez azért érdekes, mert Szemtesen nyitó előadásnak számták ezt a színdarabot, Gáspár Sándor főszereplésével, hiszen Gáspár Sándor szemtesi, itt járt középiskolába, és tulajdonképpen annak a városnak köszönheti igazából, hogy színész lett. És ez a város emlékszik rá, emlékszik Gáspár Sándorra, tehát és ez a város most egy önálló színházat avat, és egyben megtisztelő a számukra, hogy az ő gyermekük, az ő fiúk, a mi Gáspár Sándorunk jön el hozzánk, és játssza a Játék a kastélyban. De hát ez egy különös sorsú előadás lett így ebben a tolmácsolásban. Megértem a szentesieket egyébként, meg azokat is megértem, akik majd a Pelikánban ismét láthatják az odaadó hívetek surik, hiszen én azt gondolom, hogy Kerkai Rita vezényletével egy remek előadás született. Így van, tudtuk, hogy amikor elővettük ezt a művet, az egy kétségeket támasztott, hogy lesz-e majd erre érdeklődő, kíváncsiak-e az emberek erre a finom lírával átszőtt történetre, de amikor én az első összpróbát láttam, akkor számomra nem volt kérdéses, hogy Rita olyan végtelen érzékenységgel és tehetséggel nyúlt ehhez az anyaghoz, és olyan nagyszerű játszópajtásokat talált hozzá, hogy amikor aztán a premiéren a közönség nem akarta abba hagyni a tapsot, őszintén szóval egyfelől boldog voltam, másfelől pedig pókerarccal arcizmusom rezdült, mert nem voltam meglepve. Azt mondtam, hát persze, egy ilyen tehetséges előadás, persze, hogy szíven találja a nézőket. Ugyanez vonatkozik a Mikvére is. Én azt gondolom, más a stílus természetesen, ugyanakkor csodálkozva láttam, hogy nagyon sokan kíváncsiak rá, és meg is értették. Igen. Ez egy kemény előadás. Az asszonysorcsról, a elnyomásról, a fizikai elnyomásról szól, a nők fizikai elnyomásáról és szellemi és lelki terrorban tartottságáról szól. Tehát nagyon kemény témák. Részben zsidó darab, hiszen Mikve zsidó rituálé, zsidó környezetben játszódik, de ez tulajdonképpen a környezet. A gyökere az a női sorsban rejlik, és talán ez az oka annak a óriási népszerűségének, mert mindenkit, minden nőt, aki ezt az előadást látja, az valamilyen szinten megérinti.
És hát nem hagyhatjuk ki a Vágy nevű villamos sem, hiszen újra színre kerül. A nézők legnagyobb örömére teszem hozzá. Igen, annyira szomorúak voltunk, hogy hát a Covid itt is betett, hiszen egyik legsikeresebb előadásunk volt az elmúlt szezonokban, meghívást kapott. Hiszen a legnagyobb siker, egyike volt a legsikeresebb előadásainknak az elmúlt évszezonokban, ráadásul meghívást kapott a posztra is, de bemutatni már nem tudtuk. Mert már nem volt poszt, hanem helyette Covid volt. Viszont az előadás tovább él, hiszen kaptunk rá lehetőséget egy minisztériumi pályázat keretében, rögzítésre kerül az előadás, tehát televízióban is látható lesz majd, de addig is, amíg egy televízió műsorra tűzi, játsszuk a stúdióban, tulajdonképpen addig, ameddig érdeklődő akad rá, és én bízom benne, hogy ez sokáig így lesz. És talán az elmúlt évad a természetesen az Ember tragédiája 2 mellett legfontosabb darabja mindenképpen a Trianon volt. Én azt gondolom, hogy aki nemzeti sors tragédiánkat szeretné megismerni, annak mélységeit, emberi oldalát, az ezt a darabot mindenképpen megjegyezte, illetve látni fogja. Igen, éppen most folyik az egyeztetés, hiszen az egyik fő színész, ismeretes ugye, hogy ez két színész által alakított két figura, egy védő és egy ügyész párbeszédéből bontakozik ki, tehát nagyon fontos az egyik színész. Most az egyik színészünk, aki még tagunk volt és tagunként csinálta a Trianont, ő elszerződött a színháztól. A Víg Színház tagja lett, Serre Zoltánról van szó. Nehéz egyeztetni, de az egyeztetések úgy tűnik, hogy novemberben megoldódnak, és novembertől ismét műsorra tűzzük. Megérkeztünk a tavaszhoz. Nyilván ez még messze van, de bízunk benne, hogy a koronavírus járvány nem tér vissza. Negyedik ütem, de lesz egy Dürrenmatt, egy Szakonyi és egy Szent Iváni álom. Én azt gondolom, hogy a Tóth Ildinek az egy jutalomjáték, az öreg hölgy látogatása, a Szakonyi Károly adásiba az egy legenda, így is úgy is, Bagó Bertalan rendezésében, és Horváth Csaba pedig a Szent Iváni álom című darabot viszi színre. Igen, ehhez igazából sok megjegyezni valóm nincs, de egy van, és az viszont nagyon fontos. Az adáshibát Szakonyi Károlynak ezt a, ma már bátran mondhatom, hogy klasszikusát, tulajdonképpen azért is vettük elő, mert ez a színházunk tisztelgése Szakonyi Károly előtt, aki a napokban 90 éves. Fantasztikus fizikai és szellemi állapotban van, nagyszerű írói múlttal a háta mögött, tehát mindenképpen tiszteletre méltó. Nekünk tulajdonképpen ez egy tisztelgés ezelőtt az írói munkásság előtt. Ugye Kerkai Rita rendezéseiről már esett szó, most viszont lehetőséget kap két olyan színművész, aki eddig még nem. Azt nagyon is jól tudtuk, hogy Molnár G. Nóra, aki nemrégiben szerződött ide, egy remek koreográfus és rendezői szakon is végzett, tehát én azt gondolom, hogy most már kinyílt előtte is az ajtó. Nagy Peti pedig erről az oldaláról nem ismertük, de én azt gondolom, hogy az ő Szofoklészhez egy várhatjuk már. Én nagyon várom, mert az mindig egy különleges jel, amikor egy színész őszintén beszél arról, hogy benne ő úgy érzi, hogy valami több ambíció buzog, nem feltétlenül csak szerepek iránt érdeklődik, szerepeket vár, hanem olyan feladatokat, amelyekben ő rendezőként is megmutathatja magát. Mi, akik Péterhez közel állunk, vagy gyakrabban beszélünk vele, tudtuk, hogy Péter régóta dédelget ilyen ambíciókat, de nem volt ő ebben túl harsány, nem volt túl követelőző, sőt, meglehetősen szerényen, úgy érezte, hogy majd eljön az ő ideje. Hát most eljött az ő ideje, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan sikerül majd az ő debütálásuk rendezőként. Megérkeztünk Szikora Jánoshoz, a filmrendezőhöz részben, hiszen a Sobor Antal Perej Uram című regényéből készült színpadi adaptáció már színre került, ugyanakkor az Ítélet és Kegyelem
című filmet még nem láthatták a nézők. Én azok közé tartozom, akik igen, és én mondtam a barátaimnak is, hogy már nagyon-nagyon várjuk. Köszönöm szépen a várakozást és az érdeklődést. Arról számoltok be, hogy épp a napokban írta alá a gyártó és a M5 televízió csatorna a szerződést, tehát bekerült az M5 televízió csatornához ez az anyag, és gyakorlatilag most már csak a programigazgatóságon múlik, hogy mikorra tűzzék műsorra, és mikor kerül országos vetítésre. És akkor a végére hagytam, hiszen most vasárnap ért véget az Eukarisztikus Világkongresszus. Itt volt a Szentatya is, és most egy másik Szentatyáról kell beszélnünk, aki valódi szent már, második János Pálról, aki Karol Wojtyla néven még az eredeti nevén ért egy remek darabot, az Aranyműves boltját, amelyet az Eukarisztikus Világkongresszus keretében is láthattak, Szikora János rendezésében. És ahogy én hallottam, óriási sikert aratott. Valóban megrendítő ez a mű, és még akkor is megrendítő, hogyha letakarom a szerző nevét, és elhessegetem magamtól, hogy azért ebből az emberből pápa lett, sőt, mi több, szent lett, ma már szentként tiszteljük őt. Ez önmagában is megállja a helyét. Elmélkedés a házasság szentségéről. Ez a műnek az alcíme, és ez tulajdonképpen orientális nézőt és alkotót egyaránt. Elmélkedésről van szó, egy nagyon fontos sorskérdésről, egy olyan kérdésről, amely minden embert, aki összefűzi a sorsát egy másik emberrel, az megérint. A házasságról van szó, a házasság jövőjéről, nehézségéről, labirintusáról, kínjairól és örömeiről, filozófikus modorban. A pápa párhuzamos monológokat írt ebbe a színdarabba, és ezeket a párhuzamos monológokat Penderecki zenével ötvözzük az előadásban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem véletlenül mutattuk be az operaházba, noha ez nem opera, de nem is próza. A szó hagyományos értelmében, ez gyakorlatilag inkább egy oratóriumnak fogható fel. Egy csodálatos vonós négyes, egy 50 tagú vegyes kórus és 5 nagyszerű színész alkotja az előadógárdát. Én úgy éreztem, ott voltam valamennyi előadáson, hogy nagyon erősen megfogja az embereket, és végül is az az elmélkedés, amelyre hívja a nézőt, az talán abban a tekintetben sikerrel is jár, hogy nem hagyja nyugodni az embert, hogy bizonyos gondolatokat ne indítson el benne, és bizonyos kérdéseket ne tegyen fel önmagának. Most abban a szerencsés helyzetben vagyok, ugye, hogy most beszélgethetünk, tehát az utolsó kérdés mindenképpen a Hadikra kell, hogy vonatkozzék, hol tart a film, hiszen egy olyan történelmi léptéket fogunk látni a közeljövőben ebben a történelmi filmben, amely azt hiszem, hogy fontos számunkra az az időszak is, Mária Terézia kora, és hát a főszereplő nem különben. Most egy olyan periódusban vagyok, ami színházban leginkább a főpróba héthez tudnám hasonlítani. És mint gyakorló riporter jól tudhatod, hogy főpróba héten nem jó színházi emberekkel beszélgetés folytatni, mert csak idegbetegekkel lehet találkozni, hiszen annyira feszültek. Most valahogy így vagyok én is. Nem azért, mert idegbeteg volnék, hanem azért, mert olyan mérhetetlenül sok a feladat, hiszen 27-én elkezdődik ennek a valóban nagyon nagy léptékű történelmi kalandfilmnek a forgatása Mohácson, pontosabban Mohács mellett egy 14. századi alapokra épült vízimalomban, ahol Hadik kúriáját elevenítjük meg. Hadik abban a korban, amikor ez a történet játszódik, Esztergom környékén volt egy vidéki birtoka. Ezt ma már igazából nem is tudjuk lokalizálni, hogy ez hol lehetett, csak azt tudjuk, hogy valahol Esztergom környékén volt. Mi egy ilyen udvarházat, kúriát kerestünk, és ezt csak részben találtuk meg Sombereken, ez van Mohács mellett, úgyhogy ezt részben hozzáépítéssel egy igazi kis paradicsomot varázsoltunk. Egyébként csak érdekességként mondom, a kiszáradt Csele patak partján van ez a vízimalom. És
Hát érdeklődéssel várjuk, és köszönöm szépen, és hát meginvitáljuk természetesen a székesfehérváriakat és minden színházbarát, hogy jöjjenek, lehet most már színházba jönni. Köszönöm szépen Szikora Jánosnak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!